Köszöntöm nézőinket, önök a Tolnatáj televízió híradóját látják. Jela Jászmin Grész vagyok, főbb témáink néhány mondatban. Nemzeti összetartozás napja, Tolna megye több településén is megemlékeztek a tragikus évfordulóra. Kitelepített magyarokra emlékeztek, közel 80 ezer főt űztek el a Felvidékről. Pünkösdi Fesztivál, több mint 10 000 ünnepeltek a négynapos programban. Airsoft csata Szekszárdon, egyre többen űzik a sportot Tolna megyében. Tolna megye szerte vettek részt a Nemzeti Összetartozás napja alkalmából szervezett megemlékezéseken. A trianoni békediktátum aláírásával Magyarországot történelme legnagyobb sorscsapása érte, területének több mint kétharmadát, lakosságának pedig közel 65%-át veszítette el. Szekszárdon a Garai János Gimnázium tanulói adtak ünnepi műsort az első világháborút lezáró trianoni békediktátum aláírásának 102. évfordulóján az emlékező közönségnek. Az országgyűlés 2010. május 31-én nyilvánította június 4-ét a Nemzeti Összetartozás napjává. Gyurkovics János, a város alpolgármestere beszédében elmondta, a határon túli magyarokkal együtt erős a nemzetünk. Egy nemzet tesz hitet amellett, hogy megmaradásának, jövőjének alapját az örökségen, a hagyományokon alapuló közösségvállalás jelenti. Nincs jövő összetartás az értékekre és nem az érdekekre építő szövetség nélkül. Bonyhádon már pénteken elhelyezték az emlékezés koszorúit a trianoni emlékműnél. Itt Szabó Tibor alpolgármester mondott beszédet, amiben kiemelte, hogy emlékeznünk kell Trianonra, és el kell mondanunk a gyermekeinknek is. Másképpen nem is tudunk sikeresek lenni Európában, mi magyarok, csak úgy, hogyha az egész nemzet összefog, mindenki egy irányba halad, és ennek fényes jeleit látjuk már az elmúlt évtizedben. A magyarság ellen összefogó erők a hegyeinket, vizeinket, erdeinket, bányáinkat, vasútjainkat, gyárainkat és minden harmadik magyar testvérünket orozták el. Bátaszéken is többen lerótták tiszteletüket az emlékműnél a gyásznap alkalmából. Itt különösen fontos ez a nap, hiszen a város és a környéke is majdnem odaveszett Trianonnal. Hiszen Bátaszék történelmében nagyon-nagyon szomorú esemény, hiszen Trianon után még egy évvel Bátaszék nem Magyarországhoz, hanem a jugoszláv, illetve bocsánat, a szerb királysághoz tartozott. Hazámban mindig otthon vagyok, hiszem, hogy én is jó magyar vagyok. Kakasdon is sokan vettek részt a Belaci haranglábnál tartott megemlékezésen, ahol többek között a helyi általános iskola diákjai készültek műsorral. Selné Simcsi Korsolya polgármester beszédében a nemzeti összetartozás jelentőségét emelte ki. Testvértelepüléseinkről hatalmas szívvel megérkeznek, milyen szomorúan távoznak, és ennek mi a háttértörténete. Egy csoda az, hogy itt a több mint 100 éve szétszakított magyarság, fizikailag államhatárokkal szétszakított magyarság lelki összetartozását nem tudták szétszakítani. A rendezvény zárásaként a 102. trianoni évforduló alkalmából 102 másodpercig harangoztak a településem. Az egykori Csehszlovákiához tartozó Felvidékről kitelepített magyarokra emlékeztek pünköst hétfőn Bonyhádon. Az ilyenkor már hagyományos programra rengetegen érkeztek az ország határain túlról is. A hagyományokhoz hűen idén is katolikus szentmisével kezdődött a megemlékezés Bonyhádon pünköst hétfőn. Az Úristen édese ne haragudjon. 1947 és 49 eleje között több mint 76 ezer Felvidéken élő magyar gyereket, felnőttet és időset kényszerítettek arra, hogy házaikat, földjeiket hátrahagyva a Trianon utáni Magyarország területén települjenek le. A Benes dekrétumok magyar áldozatainak fűtetlen marhavagonokban kellett végleg elhagyniuk szülőföldjüket.
Rájuk emlékeztek. Nagyon sok ilyen testvér kapcsolat alakult ki. Például a Mórágyiaknak van kapcsolatuk, most már testvér kapcsolatuk féllel. Aztán Alsószelinek Zombával. Kakasnak például Deákival. Tardoskednek Bonyháddal. A Magyarországgyűlés 2012-ben döntött arról, hogy április 12-ét a Felvidékről kitelepítettek emléknapjává nyilvánítja. Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár, Tolna megye 2. számú választókerületének országgyűlési képviselője most arról beszélt, a kormány 2010 óta rengeteg felújítást és beruházást hajtott végre a külhoni területeken azért, hogy az anyaországhoz való kötődés élményét minél több határon túli gyereknő és férfi tapasztalhassa meg. Közel 1000 óvodát újítottunk fel, illetve ezek közül mintegy 175-öt építettünk, vagy az egész Kárpát-medencében Magyarországgal együtt 3000 templomot, egyházi közösségi teret újítottunk fel, illetve építettünk, ezek közül 1600 határon túl valósult meg. Éves szinten kb. 5000 egyesületet támogatunk. A Bonyhádi megemlékezést a Felvidéki Alsószeli Község hagyományőrzőinek kulturális műsora zárta. A várakozásnak megfelelően több tízezer ember látogatott ki a rendezvények helyszínére a pünkösdi hal- és vadünnepen. A szekszárdi esemény számos színes programmal várta a közönséget, nem titkoltan azzal a céllal, hogy felettesse az elmúlt két esztendő bezártságát. Az idei rendezvény sorozat megadta az alaphangot a már előkészületben lévő szüreti fesztiválra is, mondta Berlinger Attila szervező, a Babits Mihály Kulturális Központ igazgatója. A pünkösd és hal- és vadünnep meggyőződésem kiváló alkalom, hogy a kisebb-nagyobb közösségek, családok, barátok, kollégák, közeli és távoli ismerősök méltó módon köszönhessék ünnepünket. Ezekkel a gondolatokkal nyitotta meg Gyurkovics János alpolgármester a két esztendő után újra életre keltett pünkösdi hal- és vadünnepet. A szervezők arra törekedtek, hogy az eddigieknél nagyobb volumenű rendezvénnyel felettessék a pandémia nehézségeit, és újra visszacsalogassák a közönséget a Béla Király tére és a rendezvény egyéb helyszíneire. A négy nap során minden korosztályt és sokféle kulturális ízlést kiszolgáló programsorozaton vehetett részt a közönség. Mert szeretünk koncertekre járni, és nagyon jó így egy ilyen ingyenes, meg minőségi koncertek is vannak, találunk. Szexárdiak vagyunk, úgyhogy szerintem alap. Tehát be kéne jönni ide a városközpontba egy pohár borra. A pünkösd nem csak a helyiek számára volt kiemelt program, sokakat vonzott az ország egyéb vidékéről, és volt, aki ezt az ünnepet választotta arra, hogy ismét hazatérjen. Gödöllőről jöttünk. Szüleim itt laknak Szekszárd mellett, és most hazajöttünk. A rendezők arra is törekedtek, hogy a pünkösd kapcsán a német hagyományok is megelevenedjenek, így számos fúvós zenekar mutathatta meg tudását a közönségnek. És az idei ünnep arra is jó volt, hogy nemzetközileg elismert egykor szekszárdi művészt is visszacsábítson. Ilyen volt Tóth Viktor, szaxofonos is. Berlinger Attila, a Babits Mihály Kulturális Központ igazgatója úgy értékelte, legmerészebb elképzeléseiket is felülmúlta a hal- és vadünnep látogatottsága. Én azt gondolom, ez egy jó kezdet ahhoz, hogy remélhetőleg korlátozások nélkül folytatódjon ez az év is. Tervezzük a szüreti napok programjait is, szintén egy hasonló gazdag programkínálattal, és már gondolkodunk a kollégákkal, városvezetéssel azon is, hogy talán még szellősebbé tudjuk tenni a tereket a következő években, úgyhogy olyan változtatásokat szeretnénk, ami inkább az embereknek a kényelmét, komfortját még jobban kiszolgálja, de ha egy rövid összegzés kéne adni az egészről, én azt gondolom, mindenki elégedett lehet. Az előzetes felmérések szerint több tízezren voltak jelen az idei szekszárdi pünkösdi fesztiválon. Országszerte több mint 200 településen írtják a szúnyogokat. A vérszívók gyérítését elsősorban a Duna és a Tisza mentén végzik a szakemberek. Az elmúlt hetek változatos csapadék viszonyai a szúnyogártalomban is megmutatkoznak. Az esők után visszamaradt kisebb-nagyobb tenyésző helyeken fejlődnek a rovarok. Tolna megyében már Bátán és Bogyiszlón végeztek irtást a szakemberek. A katasztrófa védelem arra is felhívja a figyelmet, hogy a lakosság is sokat tehet a szúnyogártalom csökkentéséért.
Érdemes a ház körül kialakuló kisebb vizeket felszámolni, a csatornákat, árkokat megtisztítani, a vízgyűjtő edényeket hálóval lefedni, a virágcselepekben, kerti játékokban összegyűlt vizet kiönteni. A hétvégén a szekszárdi Nagy Mihály völgyben kialakított Airsoft pályát vehették birtokba a játék szerelmesei, akik közül többen Pécsről is a helyszínre látogattak. A terep sajátosságához tartozik, hogy a természeti adottságokon kívül a szervezők mesterséges akadályokkal, hálókkal és botló aknákkal is színesítették a harcot. Közel 40 rádióval és egyéb harcászati eszközzel felszerelt játékos küzdött meg egymással a szurdokban. Fegyverkalibrálás nélkül nem célszerű csatába indulni, így a Nagy Mihály völgyében csatázó airsoftosok is elvégezték ezt a fontos mozzanatot a harci szimuláció előtt. Volt, aki közelharci fegyverekkel, volt, aki távcsöves mesterlövész puskával vágott neki az összecsapásnak. Szabó József László első alkalommal próbálta ki ezt a sportágat, de előtte többször is utána olvasott a szükséges felszereléseknek. Ismerős ajánlásával kerültem ide, és ugye maga a téma már elkezdett érdekelni régebben, mielőtt kaptam egy ajánlást. Ez főként a háborús játékok és a haditechnikához való vonzódásom adta, és akkor evidens volt, hogy hát ha van már egy ilyen sport, ami emulálja a valós tűzharcokat, akkor menjünk el. Péter Krisztián, a Spearhead Airsoft Team kapitánya úgy nyilatkozott. A köbörével foglalkozó hagyományőrző egyesület tagjai igazi harcosok, akik az autentikus fegyverek mellett a modern kor harcászati eszközeit is szívesen kipróbálják. Feladatok között az egyik az, hogy indítaniuk kell egy vizes rakétát, és a vizes rakéta indítása után pedig egy bombát kell helyezzenek egy vödörben, ami egy ilyen füstgránát szimuláció egyébként, és utána meg párhuzamosan ezzel meg kell védjék a saját bunkerüket. Kíváncsi leszek, hogy fogják végrehajtani a csapatok ezt a összetett izgalmas feladatot ezen a változatos terepen. A rekreációs sportnak számító airsoft egyre nagyobb népszerűségnek örvend a fiatalok körében. 16 éves kortól bárki csatlakozhat a harci szimulációkhoz. Hétvégén tartották a bátaszéki Pünkösdi Rétes Fesztivált. A kulturális program ideje alatt a helyi egyesületek az általuk készített finomabbnál finomabb réteseket kínálták a látogatók számára. A gyerekek szórakoztatásáról ugrálóvár, arcfestés és csillámtetoválás gondoskodott. Káposztás, mákos, túrós és sok más ízesítésű rétest kóstolhattak azok, akik kilátogattak a bátaszéki Pünkösdi Rétes Fesztiválra. A helyi, nemzetiségi egyesületek számos produkcióval szórakoztatták a nézőket, akik az óvodások fellépésén kívül az ifjúsági fúvószenekart is megtekinthették. Kalmár Éva, a Bátaszéki Felvidéki Néptánc Egyesület elnöke arról számolt be, minden alkalommal örömmel terepülnek ki a rendezvényre, és hagyományos, felvidéki recept alapján készítik el a réteseiket. A klasszikus rétesek azok megtalálhatóak, ugye a túrós, mákos az abszolút, aztán grízes, megyes, káposztás, és idén több érdekességgel is készültünk, ami nem túl autentikus, felvidéki rétes, de van rá kereslet. Ez a szalonnás rétesünk, a répás rétesünk, illetve van mindenmentes, tehát tejmentes rétesünk is. Kardos Gábor, a Bátaszéki Német Nemzetiségi Egyesület elnöke elmondta, a hagyományos pünkösdi ünnepséghez hozzátartozik egy délelőtti szentmise, ami megnyitja a rétes fesztivált. Az elődeink a tájházban kezdtek el valamit. Az volt a gondolat, hogy süssenek rétest. És aztán nagyon-nagyon gyorsan kinőtte magát ez az esemény, rendezvény, ezért kellett segítséget kérjünk más helyi civil szervezetektől, így a felvidéktől és a székelyektől. A családi délután kellemes eltöltéséről a rétesek és a fellépők mellett az ugrálóvár és a körhinta is gondoskodott. Regionális híreinkkel folytatjuk a híradót. Akár fel is menthetik a csecsemőgyilkost, a szakember szerint pszichés zavar állhat a háttérben. Érkeznek a kérelmek a Városi Kárenyhítő Alaphoz, igyekeznek segíteni a viharkárosultakon. Szobrot emeltek az erdészek tiszteletére, az alkotást egy kaposszerdahelyi szobrász készítette. Felmentést is kaphat a komlói csecsemőgyilkos nő. A bíróság a napokban rendelte el az előzetes letartóztatását, és azonnal elmeorvosi megfigyelés alá helyezték. A szakértő terhesség utáni depressziót lát az eset hátterében.
A bíróság csütörtökön rendelte el az előzetes letartóztatását annak a komlói nőnek, aki május 30-án vízbe folytotta gyermekét. A főügyészség szerint a nő nem lehetett beszámítható, amikor tettét elkövette. Pszichés állapotára figyelemmel a letartóztatását az igazságügyi megfigyelő és elmegyógyító intézetben hajtják végre. Az általunk megkérdezett szakértő szerint szülés utáni depresszió lehetett a fő oka a tragédiának. Ez az esetek túlnyomó többségében valamilyen negatív élménnyel társul, vagy az édesanyának saját maga irányába, vagy a gyermek irányába, hogy nem tudja ellátni, vagy nem akarja őt ellátni. És szélsőséges esetekben, mint a mostani, eljuthat odáig, hogy akár a gyermekében, vagy bizonyos esetekben saját magában tesz kárt ez az édesanya. A sajtóban megjelent nyilatkozatok szerint a család ritkán hagyta magára a nőt a gyermekkel. Azt, hogy mi történt, az épp megérkező nagyszülők vették észre, ők hívták a segélyhívót. Káplár Mátyás szerint a szülések 10%-ánál fordul elő ilyen depresszió, amely, ha nem kezelik, akár ilyen esetekhez is vezethet. Ez valójában egy belső folyamat, tehát a hormon háztartásának a felborulása miatt éli át ezt a negatív élményt, és természetesen a külső tényezők, akár a gyereksírás, akár az, hogy nem érez megfelelő támogatást a környezetéből, függetlenül attól, hogy ez megvan vagy nincsen a valóságban, juthat el arra, hogy ő ezt nem bírja, nem akarja, nem tudja tovább csinálni. A bűncselekmény kiemelkedő tárgyi súlyú, 10 évtől 20 évig vagy életfogytig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. Azonban amennyiben az elmeorvosi szakértő szerint kóros elmeállapotban gyilkolt, nem számít büntethetőnek, így nincs kizárva az sem, hogy az eljárás végén felmentik a nőt. Erre példa egy 2019-es szolnoki eset. Akkor egy helyi nő 3 hónapos gyermekét folytotta vízbe, de végül nem kellett börtönbe vonulnia. Eddig már több mint 90 kérelem érkezett Kaposvár kárány hítési alapjához. Emellett a városlakók is rengeteg felajánlást tettek a vihar károsultak megsegítésére. Itt végig ez a forratad is, meg itt lent a jég, ahogyan elvárta, meg ott fönt. Ez annyira megnyílott, amióta hát egy hónapja lakunk ki. Mutatja a teniszlabdányi jégverés nyomait Lévai Lajosné. Ő a lányával és 3 unokájával él itt. Az önkormányzat segítségével a napokban befóliázták a tetőt, hogy ne ázzanak el újra. Mint látni lehet, le van fóliázva, itt is, meg belül is, már a jég nagyon csúnyán elvárta. A tűzfal megnyílott, itt is a jég elvárta, hiszen lehet látni is. És a lányom hitára vette a házat, csókos, és most nagy bajba vagyunk. Rajtuk kívül még több mint 90-en kértek segítséget a kárenyhítési alapból. A kérelmek azok a lakásokban bekövetkezett károkról szólnak, a kárenyhítési alap a lakhatást gátló és a lakhatást veszélyeztető problémáknak az elhárítására szolgál. Aki gyorsan lép, az kétszer ad, szokták mondani. Mi ezért is léptünk gyorsan, ezért is hoztuk létre ezt az alapot. Az önkormányzat továbbra is várja a kérelmeket. Kétféle támogatási forma létezik. Az egyik a biztosítással rendelkezőknek, ők kamatmentes kölcsönt kaphatnak, amíg a kárrendezési összeget meg nem kapják. A biztosítással nem rendelkezőket támogatás formájában segíti a város. A Föld-Hold távolság, azaz összesen 384.400 km közös megtétele a célja a PTE Moonbike projektnek, melyet 2 sikeres év után idén ismét megszervez a Pécsi Tudományegyetem igazgatósága. Az egészséges életmódra és környezettudatosságra ösztönző kihívás idei célja egyrészt az előző évi rekord megdöntése. Tavaly 59 nap alatt sikerült elkerekezni a Holdig, idén ennél is rövidebb időre buzdítanak a szervezők. Ezek a felvételek még tavaly készültek a Pécsi Egyetem Moonbike akcióján. Ennek célja, hogy a résztvevők akkora távolságot tekerjenek össze, mint amennyi a Föld-Hold távolsága, vagyis 384.400 kilométer. Aki kapcsolódik a programhoz, egyetemi ajándéktárgyakat nyerhet. A projekt az 80 napig tart, tehát addig gyűjtjük a kilométereket. Jutottunk már bőven 1 millió kilométer fölé is egy ilyen nyári időszak alatt. És hát én bízom benne, hogy nagyon sokan kapnak majd kedvet, hogy kerekezzenek, akár velünk a közösségi kerekezésen, akár önmagukban is beküldjék a kilométer számot, hiszen minden héten
lesznek ajándékok, amiket kisorsolunk. Ezen az egyetemi oldalon lehet nyomon követni, hány kilométert tettek meg a résztvevők, illetve itt tölthetik fel a saját megtett kilométereiket. Nem ragaszkodnak a hagyományos kerékpáros teljesítéshez, így akár otthon vagy edzőteremben is gyűjthetők a letekert méterek. Vagy valamilyen szoftver, amit általában a biciklisek rögzítik, hogy milyen kilométert mennek, vagy a saját kilométer órájuk állását kell rögzíteni, de lehet szobakerékpáron is teljesíteni, vagy spinningelve is teljesíteni kilométereket, ott a értelemszerűen azt a megtett kilométer számot kell lefotózni és beküldeni, és a rendszer az rögzíti minden személyhez köthetően is, illetve összességében is, hogy éppen hol tartunk, tehát a weboldalon, illetve a Mumbike Facebook oldalán is. Június 4-től lehet csatlakozni az idei kihíváshoz az egyetem Mumbike oldalán. Külön kategóriákban versenyezhetnek a résztvevők, a középiskolások, a pécsi egyetemi dolgozók, a magyar egyetemi hallgatók, illetve mindenki más, aki nem fér bele az előző három kategóriába. Fődíjként kerékpárokat, informatikai eszközöket nyerhetnek a résztvevők. Az erdészeti hivatás előtt tartott ünnepséget a Somogyi Erdőgazdaság. A Ropoi tónál Horváth Béres János fafaragó alkotásáról került le a lepel. A Sefag ZRT az egyik legnagyobb magyar állami erdőgazdaság. A cég nagyjából 85 ezer hektárnyi erdőt kezel, fenntartható módon, több évtizedre előre gondolkodva. Az erdésznek a fő tevékenysége az erdőnek az ápolása, nevelése, gyarapítása. Erre óriási szükségünk van, hiszen az előttünk álló klímaváltozásba nagyon-nagyon nagy szükség van arra, hogy állékony, stabil és változatos erdőket hozzunk létre, amely még sok-sok száz éven keresztül fogja tudni szolgálni a társadalmat. A Minden egytőről fakad címet viselő alkotást egy 3 méter hosszú tölgyfaröngből faragta ki a művész. A szobrot, amely az erdészek áldozatos munkája előtt tiszteleg, a Zselic szívében, a Ropoi tó mellett állították fel. Általában 4-5 erdész generáció kellett, hogy az erdőt felnevelje a vágás érettségig. Azoknak a tiszteletére hagytak egy hagyásfát, és ez a szokás valahogyan abban maradt, és mivel, hogy kenyerem javát megettem, és deres lett a halántékom, úgy döntöttem, hogy akkor a mindenkori erdészek tiszteletére készítek egy szobrot. Az esemény végén felcsendülő erdész himnusz a helyszíni beszámolók szerint méltósággal zengte be a Ropoi völgyet. Végül nézzük Főbb Tolna megyei híreinket még egyszer röviden. Nemzeti összetartozás napja, Tolna megye több településén is megemlékeztek a tragikus évfordulóra. Kitelepített magyarokra emlékeztek, közel 80 ezer főt űztek el a Felvidékről. Pünkösdi Fesztivál, több mint 10 000 ünnepeltek a 4 napos programban. Airsoft csata Szekszárdon, egyre többen űzik a sportot Tolna megyében. Szerdán hideg front alakítja az időjárást, hűvös, nagyobb részt erősen felhős idő várható záporokkal. Gyenge mérsékelt lesz a légmozgás. Éjszaka csökken a felhőzet, de helyenként előfordulhat kisebb záporeső. Friss hírekkel legközelebb szerdán este jelentkezünk, addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!